Sűn Sári világot lát. Táncos meseelőadás Szarvason. Találkozó a vízparton. Közös program várta az Ótemplomi Szeretett Szolgálat klubjainak tagjaira. Földön, vízen, fitten a történelmi Magyarország közepén. Még lehet jelentkezni a szarvasi futóversenyre. Szép estét, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Körös Televízió hírműsorát, a Szarvasi Híradót látják. Sűn Sári világot lát címmel került a Vízi Színház színpadára a Spirit Dance Company meseelőadása. A tánc nyelvén elmondott gyermekmese főszereplője egy segítőkész és kíváncsi sűn lány, Sári volt. A meseelőadáson nem csak a nézőtéren, de a színpadon is bőven voltak gyermekek, hiszen a történetet 6 felnőtt és 20 gyermek mutatta be, akik a budapesti 18. kerületi Gloriet Sportiskolai Általános Iskola tánc szakosztályának tanulói. A mese Hegedűs Miklós tollából született, Pop Kati színművésznő kedves hangján szólalt meg, Nánási Péter zenéjével. Az előadás rendezője és koreográfusa, a társulat vezetője Sándor Tímea volt. Nagyon aranyos mese, mesélővel, tehát egy kis komplex dolog, mert van egy mesőnk Pap Kati, aki meséli úgymond Sűn Sárinak a kalandos útját. Közben viszont Nánási Péter gyönyörű zenére táncolnak a gyerekek, ami direkt nekünk ért ehhez a darabhoz. 6 felnőtt táncossal dolgozunk, ők mind profi táncosok, a Spirit Dance Company táncosai, és a Glória Sportiskolai Általános Iskolának a tánctagozatos gyerekei táncolnak. 6 felnőtt és 20 gyermek, ilyenkor hogy működik nyáron a dolog? Nem lehet könnyű próbálni, nem lehet könnyű a gyerekeket összeszedni? Igen, pontosan így van. Hát ugye mi az nem tudunk leállni nyáron se, tehát nyáron is vannak edzések és folytatódnak a próbák, úgyhogy néha egy kicsit hokhíjasan vagyunk, mert hogy valaki nyaral, de mindig próbálunk arra törekedni, hogy legyen olyan beálló, aki helyettesíti a másikat. Sárinak feltűnt, hogy már alig van zsákja a kis pocoknak. Idén annyi mag termett, hogy alig győzte Panni a malomba vinni. A mese egyik célja, hogy különböző szakmákat mutasson be állatszereplők segítségével. Sűn Sári útja során számos állattal találkozik, amelyek mind más-más szakma jellegzetességeit szemléltetik. Másik fontos tanulsága a mesének, hogy a nehézségek, akadályok a másikba vetett bizalommal egymás segítve leküzdhetők. Az előadás látványvilágát a szereplők teljes jelmezei, maszkjai és a modern táncra alapuló koreográfia adta. A mesejáték fiatal szereplői sokat táncoltak, edzenek. Az előadásra való felkészülés most a nyári hónapokban is kemény feladat volt, de mindnyájan nagyon élvezték, árulta el két mókus táncos. Nehéz, meg én minden nap szoktam így erősíteni, és igazából ezt én így élvezem. Nem nehéz, mert nekem ez úgy kikapcsol nekem az edzés, hogyha én rosszul érzem magam, akkor nekem feldob, ha otthon edzek zenére, vagy itt az iskolában találkozok a barátaimmal, meg nekem ez így, nekem ez a vakáció. És egyébként itt, amikor eljöttök egy ilyen színházi előadásra, milyen a társaság, meg az edzéseken, vagy a próbákon is jó a közösség? Nagyon jó a közösség. Hát ugye vannak mindenféle állat, és akkor azok szoktak így együtt lenni. Szerintem is nagyon jó a közösség. Sok barátom van, például Zita is. És nekem ez jó. A társulat fél évtizedes múltra tekint vissza, és elsősorban felnőtt előadásokat, táncszínházi produkciókat tart repertoáron. Idéletünk 5 évesek, és elsősorban felnőtt darabok voltak idáig a repertoáron, ez a Sűn Sári az első gyerekdarabunk. Szerencsére egyre több meghívást kaptunk, tavaly több előadásunk volt a Nemzeti Táncszínházban, de most így nyáron elindultunk egy kicsit így vidékre is, nem sokára Győr-Zámolyba megyünk, tehát így most már nagyobb utazásokra is tudunk vállalkozni, és hát reméljük, hogy ez még így, ez még egyre tovább fog tartani, nagyon szeretjük ezt a mesét, és igazából ez a szívünknek az egyik kis szerelme. Ezen a mesén kívül milyen darabok vannak még? Hát ami most éppen párhuzamosan fut vele, az egy Pilinszki előadásunk.
Az egy összművészeti alkotás, ott egy 8 fő zenekarral, élő zenével játszunk, ott 4 táncosunk van, és Fehér Tibor mondta fel a verseket, nekünk Pilinszky legszebb verseit, és ebből alkottunk meg egy ilyen kortárs előadást. Tehát azért mondom, tehát nagyon széles a repertoár, ez a másik éppen futó előadásunk, de régebben is volt magányba zárva, társasjáték, tehát ilyen komolyabb hangvételű dolgaink. Meg hát, hogy a karácsonykor a diótörő.